A Humanet Alapítvány már számos nemzetközi programot valósított meg. Most egy Nyíregyházán rendezett szeminárium keretében 7 ország ifjúsági szakemberei összesítették tapasztalataikat, és dolgoztak ki megoldási lehetőségeket a fiatalok elérésére, az általuk ismert és használt közegben és eszközökön keresztül. Ez azért szeminárium, mert hogy mindenki a saját országából hozza adott esetben problémakört, vagy jó gyakorlatokat, és itt szeretnénk egy közös projektet kidolgozni. Ez a rövid távú cél. Hosszú távon pedig nem titkolt célunk, hogy szeretnénk partnereket keresni, és én azt gondolom, hogy sikerül is, mert hogy már visszatérő vendégeket is fogadtunk. Ezeket a partnereket azért is keressük, mert szeretnénk közösen pályázatot beadni, közös projekteket megvalósítani, illetve szeretnénk rámutatni arra is, hogy az Európai Uniós országokból érkező szakemberek mennyire nyitottak a kelet-európai vagy akár a Kaukázus térségbeli országokból érkezett szakemberek felé, illetve hogy az adott kérdéskört több szempontból hogyan lehet megvizsgálni. A 16 ezer eurós összköltségű programmal olyan ifjúsági munkásokat, aktivistákat szólítanak meg, akik közel állnak a fiatal ismerik és megértik igényeiket. Olyan módszerekkel találkozhatnak a résztvevők, amelyek motivációs ötleteket, eszközöket adnak számukra a fiatalokkal való munka során. Ma egy olyan World Café-nk, egy olyan nyílt délutánunk van, amit interneten keresztül közvetítünk a Ustream segítségével. Egy sajtótájékoztató után meghívott vendégeink fognak a No Hate Speech Movement-től, az Eurodesk nemzetközi hálózattól, illetve más szervezetektől online és offline bejelentkezni, illetve ezzel próbáljuk segíteni ezeknek a programoknak az ismertségét, hogy közvetítjük az interneten keresztül élőben. A 27 résztvevő Lengyelországot, az Orosz Köztársaságot, Olaszországot, Törökországot, Azerbajdzsánt, Romániát és persze Magyarországot képviseli. We really take care about this project because this topic is very interesting and very informative, especially for. Minket nagyon komolyan érdekel ez a projekt, mert a téma nagyon érdekes és informatív, különösképpen a fiataloknak, mert a téma az aktivitásról és a demokráciáról szól. Úgy hiszük, ez nagyon fontos, kiváltképpen a fiatal embereknek, mert gyakran elhanyagoljuk ezt a témát. Így mi most együtt a Humanet Alapítvánnyal olyan eseményeket szervezünk, olyan tevékenységeket végzünk, amik az aktív polgárrá válásról és a demokráciáról szólnak. We will do some activities, some events related with the active citizenship and the democracy. A fiatalok a projekt keretében egy hetet töltenek Nyíregyházán.